Sziasztok! Zsuzsi vagyok Hurgadáról. Először is szeretném megköszönni a feliratkozásokat. Ha még nem tetted meg, akkor egyszerre meg tudod tenni, hogy bejelentkezel Google fiókoddal, és elkattintasz a feliratkozás gombra. Ha pedig szeretnél értesülni a videókról, akkor csak nyomj rá a kis csengőre, és e-mailben értesítést fogsz kapni, amikor új videót töltök fel. Hát ezt nagyon szépen köszönöm, ez nekem sokat számít, mert egyrészt egy visszajelzés, hogy tetszik nektek, amit csinálok, van értelme, hasznosak az információk, illetve a videók alatt szívesen fogadok kommenteket, egyrészt, hogy akár azzal a videóval kapcsolatban, vagy pedig, hogy miről szeretnétek információt kapni, vagy miről készítsek videót. Nekem is vannak még ötleteim, de örömmel fogadok bármit. Akkor a mai téma, ami nagyon-nagyon sokakat érdekel, hogyha szóba kerül, hogy Egyiptom, az két dolog jut az emberek eszébe, a piramisok és a hasmenés. Tehát azért nem olyan, nem annyira félni tőle, mint ahogy sokan vannak vele, hogy hú, Egyiptomba jövök, akkor biztos, hogy menni fog a hasam. Nem. Tehát azt mondom, hogy kb. 90-95% az esélyed arra, hogy nem lesz semmi gond, úgyhogy nem kell izgulni. Másrészt, hát két ok miatt ne izgulj, egyrészt, hogy ha jön, akkor jön, nem nagyon tudsz úgy mit csinálni ellene, kiváló gyógyszerek vannak, orvosok, ha pedig nem, akkor meg feleslegesen izgultál, tehát nem izgulunk olyan miatt, ami be se következett, mert még bevonzuk. Na, tehát ez erről ennyit. Amit tudsz tenni utazás előtt, az otthoni gyógyszerek semmit nem érnek, tehát azt felejtsük is el. Esetleg egy probiotikum kúrával tudtok készülni az utazásra, és akkor azt egy héttel előtte akár egy kefir kúra, akár tényleg konkrét probiotikum, azt tudtok szedni, de igazából nagy valószínűsége anélkül is se lenne semmi gond. Ami még megelőzésre hasznos lehet, amit én ajánlok, a grapefruit csepp. Tehát minden étkezésnél egy-egy kis cseppet raktok a italba, és akkor igazából az tökéletesen jó, mert kicsit fertőtleníti a szervezetet. Ami nem jó, vagyis hát igazából ártani nem árt, a pálinka. Tehát lehet inni, nagyon sokan mondják, hogy igen, ittam, és semmi bajom nem volt, hát valószínűleg anélkül se lenne. Vagy olyan 70% fölött már talán ér valamit, de az ritka. Tehát lehet inni, de igazából megelőzésre nem nagyon használ, de tényleg hát most ez mindenkinek a saját dolga, hogy most iszik, nem iszik egy kis pálinkát, de akkor már talán az unikum jobb, ami gyógynövényes, vagy Jägermeister, tehát az még talán hatékonyabb, de igazából anélkül se lenne semmi gond. Ami, hogyha utolért a dolog, akkor ami fontos, hogy hát legelőször is én nem vagyok orvos, én nekem ezek csak a saját tapasztalataim, mindenki azt visz belőle, ami neki hasznos. Attól még, hogy hígabb a széklet, az nem feltétlenül jelenti a fáraó átkát, mert amit megeszel, az tud kijönni, tehát itt azért kevésbé szilárdak az ételek, mint Magyarországon. Több zöldség, több olajos étel, tehát semmi gond nincs. Vegyem most már, hogyha az ételek eszembe jutottak. Véleményem szerint nyugodtan lehet enni bármit. Tehát nincs ilyen, hogy nem eszek zöldséget, nem eszek gyümölcsöt, mert az vízzel mossák nyugodtan. Tehát igazából a vízzel nem lesz gond. Ettől függetlenül palackotott vizet igyatok. Azt úgyis kaptok a szállodába, úgyhogy szerintem korlátlanul. Nyilván palackozott vizet igyatok. Aki úgy gondolja, fogat is azzal moshat, de szerintem nincs jelentősége. De most, ha valaki egy kicsit jobban izgul, akkor nyugodtan lehet azzal fogat mosni, de a víztől nem valószínűleg lesz bajotok. Inkább ugye az a gond, hogy régiek a csövek. Úgyhogy tehát ezekről ennyit. Hogyha pedig görcsöltök, akkor ott egyértelmű. Vannak kiváló gyógyszerek, ami leginkább ismert, az Ontinál. Van szirupváltozata is gyerekeknek, de a hivatalos ára jelenleg 21 font, ami kb. $1,5.
Ettől függetlenül a városhotelben, a szállodákban, vagy a szállodai gyógyszertárban nyilván jóval drágább, de én azt mondom, hogy jobb előre fölkészülni, hogy legyen nálatok, mert ha gond van, ne akkor kelljen futni a patikába, hanem akkor csak be kell venni. Nyilván az adagolás az változó, tehát ezt még minden patikus is mást mond. Én amit hallottam, hogyha tényleg súlyosabb, akkor 4 óránként 2 az első nap, utána napokban 3x1, és a tünet megszűnése után még egy napig szedjétek. De ami egy helyi trükk, hogyha nincsen kéznél antinál, nincs semmi gyógyszer, akkor citromos kávé, cukor nélkül, tehát egy presszó kávé, bele a kis lájmot csavarni, nem lesz finom, de nagyon hatékony. Tehát igen, próbáljátok ki, mert nem nagyon hallottam még olyat, akinek ne vált volna be. Ettől függetlenül utána lehet azért szedni, hogyha nem szűnik az antinál, de ez majdnem azt mondom, hogy mindig kéznél van, tehát olyan nincs egy szállodában, hogy nem tudnak kávét adni és citromot. Tehát ezek alap dolgok. A másik dolog, hogy ugye nem csak az antinál van, korábban volt a streptokin, azt jelenleg, ahogy hallottam, megszűnt a gyártása, tehát azt már ne keressétek, pedig az is kiváló volt. Inkább az volt a hasfogó, az antinál pedig ilyen baktériumölő. Apropó, nem szabad megelőzésre szedni az antinál. Tehát gyógyszert, meg semmi ilyen készítmény nem szedünk megelőzésre. Ha gond van, akkor lehet, megelőzésre nem, mert nem csak a rossz pacit öli ki, hanem a jót is. Innentől kezdve nem lesz olyan nagy védekező képesség a szervezetnek, nehezebben gyógyultok, tehát már volt már ilyen eset, szedte előre, és ez volt a gyógyulás. Tehát semmiképp nem ajánlom, hogy előre szedjétek, mert a nagy valószínűséggel nem lesz semmi bajotok. A másik dolog, hogy vannak súlyosabb esetek is, tehát nagy görcsök, hányás, tehát ha ilyen van, akkor nem kísérletezünk, mindenkinek van, és legyen biztosítása, akkor tudjátok hívni az idegenvezetőt, a biztosítót, bárkit, aki itt lakik, és tud segíteni nektek, hogy orvoshoz menjetek, mert nem akkora tragédia egyébként, hogy orvosnál voltam és infúziót kaptam. Ennek az a lényeg, hogy gyorsan gyógyuljatok, mert nem, senki nem szeretne napokig szenvedni, nincs is értelme, mert eljöttök egy hétre, az 6 nap, és akkor minek menjenek el napok azzal, hogy szenvedtek. Orvos, és akkor pár óra alatt pikpak helyre jöttök, mintha semmi bajotok nem lett volna. Tehát ezekről ennyit. Van még egy pár gyógyszer, ami még jó lehet, a Flagyl, Diax, tehát ezek még jók, de az antinál az, ami legnépszerűbb, amit még mindenképp javaslok, hogy haza is vigyetek. Tehát jobb megvásárolni és hazavinni, mert többször van az, hogy otthon jön ki a probléma, és akkor nehézkes gyógyszerhez jutni, mert a magyar gyógyszerek nem hatnak, tehát mindenképp jó az, hogyha van nálatok, mert úgyis jöttök újra, akkor legalább már felszerek közben tudtok érkezni. Jó, hogyha bármi kérdésetek van, a videó alatt tudtok kommentelni, úgyhogy segítek szívesen, hogyha valami kérdés felmerült benneteket, de én azt hiszem, hogy nagyjából a témát kibeszéltük, de tényleg bármi eszetekbe jut, mert nekem van esetleg automatikus, nektek felmerül, kérdezzetek nyugodtan, és segítek. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!